találós kérdés. Mi a közös az alábbi filmrendezőkben? Cassavetes, Fellini, Hajdú Szabolcs. Megoldás a főcím után következik. Cassavetesben, Felliniben és Hajdú Szabolcsban az a közös vonás túl azon, hogy mind a hárman filmrendezők, hogy feleségük, egyúttal múzsájuk és vezető színésznőjük is. Na most a Szabolcs legutóbbi filmjében pont nem a felesége volt a főszereplő, ez a Fehér tenyér volt. Ez viszont a 37. magyar filmszemlén 6 díjat is elvitt, köztük a közönségdíjat és a legjobb rendezőnek járó díjat is. Na, megyünk az óvodába. A lábalag túl, de mindig tedd a... arra kis izére, nem tudtam most bekötni. Megyünk az erdőbe, átmegyünk a patakon, és akkor már ott is megyünk az óvodába. Ebbe az erdőbe rakik a farkas? Na jó, Lúza. Na, ügyes legyél az óvodába, és menjétek be. Na, ciao. Na, meg az óvodába. És a Lúza most hány éves? Tegnap volt három éves. Aha. Tegnap volt három, volt egy születése torta, és ma az első nap az óvodában. Kíváncsi vagyok, hogy hogy viseli. Igazából nekünk ez az óvoda, ez inkább nyűk, mert fel kell kelni reggel korán, hogy behozzuk. Aha. Aztán értek el jönni 4 órakor, nem tudom hány órakor, és nekünk nem ilyen. Ha mindig ott van a gyerek a környéken. Hát igen, mert visszük magunkkal, és ő is egyenlőre legalábbis jobban szeret velünk lenni. Tehát nekünk nem ilyen az időbeosztásunk, hogy akkor... Jó, hogy ez a rendszeresség, ez a rendszeresség, ez nincs benne. Na most majd benne lesz, hát, nem? Hát igen. Házasodtam meg a feleségemmel, a községházán egy pár évvel ezelőtt. Ez a házasság történet, ez egy ilyen, végül csak a papírról szólt, hogy tudom, jobb anyagi helyzetben legyünk. De hát én már 10 éve ismerem őt, tehát és 10 éve állandó munkatársam, és minden filmben együtt dolgozunk, a forgatókönyveken együtt dolgozunk, és minden. Tehát amellett, hogy ugye családanya és feleség, és minden egyszerre a legszorosabb munkatárs is. Tehát a filmekben ő a főszereplő általában. Most a következő 2 filmben is ő lesz. És mi volt előbb, a munka kapcsolat, vagy a szerelem? Egyszerre. Ugyanis együtt dolgoztunk, és... De szerintem ilyen alkati kérdés, mert valaki ezt ki nem állhatja. Ki nem állhatja, nem szereti összekeverni a magánéletet a munkával. Mondjuk nálunk sincs ez összekeverve, tehát itt az van, hogy amikor dolgozunk, akkor munkáról van szó, és nincs belekeverve semmi magánügy. Tehát mindenki tudja a saját felelősségét a dologban. Amikor filmet csinálunk, akkor ő színésznő, én színész vagyok, és a barátaim is, vagy én rendező vagyok, és a barátaim is, akikkel egyébként a civil életben egész más dolgokról van szó, akkor mindenki a saját feladatát csinálja, és nem használhatjuk ki, és nem is használjuk ki azt, hogy ennyire közelről ismerjük egymást. És mi lenne akkor, hogyha mondjuk jönne egy producer, és azt mondja, hogy Szabolcs, figyelj, ez nagyon jó ez a forgatókönyv, de itt most már nem lehet az Orsi a főszereplő, hanem a... kellene játszani. Azért nem képzelhető ez el, mert én eleve a forgatókönyveket úgy írom meg, hogy eleve emberre. Egyébként már elő is fordult, hasonló. Ja, volt ilyen? Volt hasonló, igen. Akkor egyszerűen azt mondom, hogy nem. Nekem nem ez az életem, tehát hogy nem arról szól, hogy én most mindenáron nagyon-nagyon sikeres filmet akarok csinálni, és én ezáltal legyek, nem tudom, nagyon népszerű, vagy bármi, hanem arról szól, hogy közösen dolgozunk. Közösen dolgozunk, és közösen ezekkel az emberekkel megpróbálunk valami értékes dolgot megcsinálni. És Brit.
a filmlaborból többször szoktak telefonálni, hogy mindig, amikor az ember megcsinál egy filmet, hogy mi legyen a kivágottakkal. Uh-huh. Ugye ez több ezer méter nyersanyagról van szó. Azok a rendezők, akik nem tudják hova tenni a filméket, azokat úgy ugye megsemmisítik. Uh-huh. És én ide tárolom. Ja, itt vannak a resztlik. Itt vannak a kivágottak, igen. És akkor itt lehet is látni, itt a macerás ügyek, ott a Tamara, és ott a fehér tenyér. Ugye abból van a legtöbb, az a legnagyobb, abból forgattuk a legtöbbet. Az utóbbi időben már elterveztem, hogy ez egy, arra nagyon jó lesz, hogy amikor lesz egy vetítés, uh-huh. időnként ezért ezeket a filmeket újra vetítik, és engem is el szoktak hívni, akkor minden vetítésre viszek, kivágogatok uh-huh. így kockákat belőle, és aki látta ezt a filmet, mindenki kap belőle az eredetiből egy kockát. Aha. Mint egy ilyen erekje. Ebben pedig, ebben a ládában, ez is egy érdekes dolog, ezek a kis 8-as filmek, ezek édesapának a filmjei, amiket 30 évvel ezelőtt csinált, születésünkkor és később mindenféle ilyen családi filmek. Ezeket már átírtam DVD-re. És én a mai napig nem videóra rögzítek családi eseményeket, uh-huh. hanem Super 8-asra. A Super 8 ez pedig úgy valahogy olyan minőséget emel rajta egyet, és olyan tényleg elhelyezi az időben, és hogy mondjam, valahogy úgy marad meg, mint ahogy az ember emlékeiben is él. Ugyezem egyébként, hogy általában a filmekben nincs szükség. Nincs szükség a technikai utasításokon túl különösebb instrukciókra. Mert megfigyeltem azt, hogy az ember valamit túlságosan elkezd konkretizálni, akkor pontosan ez az egy rétege marad meg, amit az ember lekonkretizált, és minden egyéb dimenzió eltűnt a színészi játék. Azt az egyet fogja eljátszani. Tehát nem hiszel ebben a ilyen pszichologizáló instrukcióban? Nem hiszem, hogy használ. Nem hiszem, hogy használ, hogy célra vezet. Én azt hiszem, laposabbá teszi a színészi jelenlétet. Én úgy érzem, mert minden, itt ahogy ülünk és beszélgetünk, ennek a pillanatnak is ezer rétege van. Ezer rétege van. Ez nem egy szimpla interjú helyzet. Tehát, hogyha én most ezt a helyzetet elkezdeném megcsinálni filmen, akkor biztos, hogy nem mondanám a riportert játszó színésznek, hogy csináljuk így, hogyha érdekelne az, amit a másik mond, mert ez stb. Hanem igen, mert akkor elkezdi eljátszani ezt, így van. Te pedig próbálj kikecmeregni folyamatosan a helyzetedből, hogy próbálj okosan és megnyerően és elragadóan válaszolni az ő kérdéseire, mert akkor csak szívvel mellőtt szólnak, egy ilyen tényleg, helyzet. És akkor ezt nem így rendezed, tehát akkor nem is mondasz így a színésznek semmit. Csak hát ülj így, két centivel hátra, és mire akkor oda tessék. Mire oda eljutunk, hogy egy ilyen helyzetet elkezdünk megcsinálni, addigra már nagyon sokat beszélgetünk és elemezünk ezeket a dolgokat. Ő már föltöltődik ezzel az egésszel. Tehát az én feladatom az, hogy a forgatás előtt a szereplőket, és nem csak a szereplőket, hanem a díszlettervezőt, az operatőrt is, elkezdjen föltölteni, mint egy medenc. Elkezdjen föltölteni ezzel az anyaggal. Hogy mire odaérkezik, ő tele legyen ezzel. Tele legyen ezzel, és ne kelljen túl sokat már erről beszélni. Amin a spirituális részét illetünk, ezt nem szabad eldudottatni. Speciálisan a színházban is így gondolom. Én ezt nem szabad eldudottatni, akárhogy is, estéről estére, újra és újra próbálni kell, és aztán újra és újra játszani kell. A spirituális dolgokat mindig, mint egy ilyen belső szigetet védeni kell, adni kell. Mert abban a pillanatban, ahogy az ember ezektől a titkoktól titkokat fölfedi, már valahogy nem akarja elmondani igazán. Mindig van egy ilyen a felvételek előtt, egy ilyen fejvakargatás. Ez a fejvakargatás az arról szól, hogy ne csinálják rosszat. Állok a medencel, ami tele van hideg vízzel, amivel bele kellene ugrani, sőt, jeges a víz. Bele kellene ugrani. És inkább megkerülöm, és átmegyek az túlsó oldalra, és elhiszem azt, hogy átúztam. És képesek sokan így végigcsinálni egy filmet, vagy egy színházi előadást, hogy úgy csinálunk, mintha megtörtént volna, hogy nem történt meg a dolog, nem úsztunk. Ott
ezt nem lehet megkérdezni. Jól értem, hogy azt mondod, hogy egy ilyen remek műbörcsön a művészben ér. Tehát, hogy ezt jól kell csinálni, és hogy azt egy ilyen gátló tényezőnek érzed, mert inkább... Nagyon nagy. Szerintem az... Te inkább engedélyt adsz arra, hogy legyen rossz. Igen, alapvetően szerintem legtöbb esetben ilyen dolog miatt, vagy emiatt nem születik meg egy alkotás, hogy ez a görcs nem oldódik. Uh-huh. Főleg egy ilyen pozíció, mint a rendezői pozíció, nagyon nagy felelősség, hogy ezeket a görcsöket valahogy megpróbálja oldani mindenkiben. És nem csak színészekről uh-huh. van szó. Ezt a bizonyítási kényszert. Uh-huh. Ne bizonyítson. Nem kell bizonyítani. Én lehetszem. És elhiszük egymásról, hogy alkalmasak vagyunk és értékesek vagyunk. Barátkoztál is valaki? Eljönni nem akartál? Nem akartál eljönni? Nem akartál tényleg? Eljönni. Barátkoztál is valakivel? És akkor még az első nap nem kell ott maradni, hogy a szóval. Szóval nem az első nap olyan, hogy... Ez sován jelented, egy sován. Amennyit akarsz, tehát így igen, meg így szülővel, de Lóiza nem is keresett. És holnapra már kaptunk egy meghívást kirándulásra, ugye? Tényleg? Mentek kirándulni? Hogy, hova? Nem, hát Lóiza megy az Ovival. Tényleg? Utra. Fóti kastélyba, és mit mondtak, hogy mik vannak a kastélyban, Lóiza? Pávák. Pávák, igen. Tényleg? Nem tudom, hogy rendesen fölfújni. De most így jó, nem? Nézd meg. Szóval jó volt az első nap. Ezt nagyon nehéz belőni szerintem, hogy mindig annyit mutass, amennyi éppen elég is. Ne menj tovább, nem mutass többet. Mert az már sok esetben zavaró, és hogy mondjam, kicsit szemérmetlen dolognak is tartom, hogy az ember úgy fitogtat, vagy nem tudom. Tudsz mondani példát erre? Mondjuk akár saját filmből is lehet, hogy így utalag rájöttél, hogy ott már ennél egy kicsit kevesebb is elég lehet volna. Azokat a példákat tudom mondani, amikor elkezdett eluralkodni rajtam a virtuózítás megmutatásának a vágya. Uh-huh. És akkor ezt így kiélem a vágás során, vagy kiélem a kamera mozgatás uh-huh. során. Hogy ez nem szinkron, nincs szinkronban azzal, ami a kamerán történik, akkor az nagyon zavaró. És én persze minden filmemben tudok ilyeneket mondani, mert fegyelmezetlen voltam, fegyelmezetlenek voltam. Én majdnem minden filmemben az első pillanattól az utolsóig elégedetlen vagyok. Tehát, hogy van néhány momentum, amit úgy kedvelek benne, de a legtöbb esetben pontosan ilyen fegyelmezetlenséget tapasztalok. Uh-huh. És majd, hogy nem az összes filmemre érvényes ez, amit mondok. Az összes filmem majdnem minden pillanatára érvényes. Hogy utána nézed, és így, hát ez nem így kell. Nem is bírom végignézni. Nem szoktam, hogyha esetleg ilyen vetítéseken részt kell vegyek, akkor inkább elmegyek valahova, megiszok egy sört közben is. A vágóasztalon, tehát ugye piros a fuga. Nagyon sok minden nem lett el a vágóasztalon. Illetve számomra is most derül ki, például most elkezdjük csinálni az éjszakai rohanást, és hihetetlen mennyiségű információ van az anyagon, tehát sokkal több, mm-hmm. mint amit a szemed lát. Mm-hmm. Olyan részletek jelentek meg, amit mi nem láttunk a forgatáson. Meg az operatőr közötti viszony, az olyan, mintha egy ilyen házasság lenne, nem? Vagy ez egy ilyen hírhetten egymásra utalt, mert erotikus kell, hogy legyen ahhoz, hogy a film jó legyen, ilyen teljesen egy hullámhosszon kell lenniük. Van, aki így fogja föl, én inkább úgy fogom föl, hogy ez egy olyan, mint amikor van egy teniszbe, vagy sportba, vagy bárhol egy jó játékos partnered, akivel úgy érzed, hogy tudsz fejlődni. Tehát vissza tudja neked adogatni a labdát, nem játszik sokkal jobban, mint te, érted? Egy szinten vagytok.
Valahogy, tehát hogy sok esetben van az, hogy a rendezőket például megeszik az operatőrök. Hát az olyan, hogy elkezdi rendezni mondjuk a filmet az operatőr a rendező helyett, vagy fordítva a rendező eszi meg az operatőrt. Valahogy van egy, vagy egy színvonalbeli különbség, vagy világnézeti különbség, ami megakadályozza azt, hogy együtt tudjanak játszani, teniszezni. Szerintem egy operatőrnek az a feladata, hogy megértse a rendező gondolkodásmódját, és belehelyezkedjen abba a szituációba és helyzetbe, és hogyha kell, akkor drámát, hogyha kell, akkor vígjátékot, hogyha kell, akkor science fiction, tehát igazából nagyon-nagyon sok rétű legyen, és sok mindent tudjon fotografálni. Magyarországon nagyon sok jó operatőr van. Azt kell mondjam, hogy világszínvonalú operatőrök vannak még a fiatalok között is. Hanem ez egy gondolkodásmódbeli azonosság. Nem csak arról szól, hogy meg tudsz-e csinálni vele egy filmet, hanem el tudsz-e vele tölteni mondjuk hosszabb időt. Úgyhogy hogy jól is érezd magadat, és hogy folyamatosan vissza is inspiráljon. Hogy kattantatok egymásra, vagy ez hogy mondjuk? Véletlenszerűen. Teljesen a főiskolán találkoztunk elég sokat, meg egyszer-kétszer bulisztunk is együtt talán. Igen. Sokat számít. Abszolút. Ugye alapvetően ez tényleg egy nagyon fontos dolog, hogy belemegyünk egy 2-3 hónapos közös utazásba, ami nagyon megterhelő fizikailag is, de pszichikailag még inkább, tehát hogy ugyanazt a világot építjük fel magunkba, és hogy kialakuljon az, ami nálunk nagyon sokszor is jól működik, hogy van, hogy nem is beszélünk, tehát hogy két szempillantás, és már tudjuk, hogy melyik irányból, milyen lencsével, hogyan veszük fel a jelenetet. Igazából ez egy ilyen együtt lüktetés, tehát egy ritmus kérdés, ami nagyon jól működött. A tenyérben is, meg most a cím nélküli filmünkben is. Bizonyos helyeken egyszerű dolgunk van, máshol meg eléggé megküzdünk vele, például ez egy nagyon színes része a filmnek, az a már rész. És ennek megtalálni a világet, hogy megmaradjon ennyire színesnek. Sikerült megtalálnunk egy olyan arányt, ahol igazából se nem 16, se nem 35, se nem videó, tehát valami nagyon különleges anyagot hoztunk létre. És persze számolni kell azzal is, hogy ezt így, ahogy itt látjuk, illetve lent a vetítőben, ez sehol máshol utána nem lehet látni. Tehát általában a mozik nagy többségében sokkal kisebb fény értékkel vetítenek, tehát az anyagot az kontrasztosabbra, keményebbre kell venni, mert egyébként szétesik a vásznom. Mi ez a film, Szabolcs? Mondd el, hogy az új filmet micsoda. Így kezdődik a film. Nagyjából, hogy egy riporter megkérdezi a filmrendezőt, hogy mi az új filmje, és mesél a történetről. És ez az a kérdés, amire egy rendező még szerintem akkor se tud válaszolni, amikor már leforgatta, megvágta, sőt, bemutatta, és utána még 5 év eltelt. Tulajdonképpen mi is ez a film. Csendet kérek, felvétel! Hang, videó! Imi! Hangforog! 138! Tessék! Egy filmrendezőnek a nótesze az olyan, mint egy szamurájnak a szamurájkard, nem? Neked is van ilyen nóteszed? Hát nekem több nóteszem is van, és mindegyikben más dolgokat jegyzetelek. Van egy állandó nótesz, ami mindig nálam van. Most is itt van. Ez egy ilyen tipikus nótesz, és hát ebbe írok föl minden olyan dolgot, ami útközben eszembe jut. Ugye én nagyon rosszul állok az idővel, tehát mindig az a bajom, hogy nincs kézzelfogható rendszere a napnak, nekem kell kialakítani, és mindig elcsúszok. Ettől elkezdek sokszor nyugtalanná válni, hogy telnek a napok, hetek, valamikor hónapok úgy, hogy gyakorlatilag nincs tudomásom arról, hogy mi történt útközben. És időnként így kényszeresen ráveszem magamat arra, hogy bizonyos napokat nagyon-nagyon pontosan rögzítsek fél óráról fél órára. Hát azt tapasztaltam, hogy a fél óra az az időtartam, amikor tehát fél óra alatt történik meg valami, amiből a következő történés következik. Uh-huh. Ez a folyamat is érdekel később aztán, amikor visszaolvasom ezeket, hogy születik meg valami. És itt van. Itt van. Itt van. 10 óra, 9:39. 8:30, akkor egy hosszabb bejegyzés. 8 óra. Tehát gyakorlatilag az, hogy a Kalotteszegről szóló albumot, amit elkezdek nézegetni, az milyen inspiráció
dolgokkal, mennyire hat rám úgy, hogy a következő dologig eljutok, tehát ami éppen a kezembe kerül. Szerintem mindenkiben megvan az a kényszer, hogy valahogy megragadja a jelent. Tehát a jelen időt valahogy rögzítse. És ez nagyon nehéz. Nagyon nehéz a jelen időt rögzíteni. Mindig így túlfutsz rajta. Mindig így elszaladsz mellette. És amikor visszaemlékezel rá, az már nem a jelen idő. Tehát, hogy már nem a jelen időre emlékezel vissza. A jelen idő az nagyon furcsán tagolja magát. Tehát nagyon érdekes, és ez nekem nagyon tanulságos, amikor mondjuk egy forgatókönyvet írok. Hogy ott is arról szól egy filmnek az elkészítés, hogy az a törekvés, az első és legfontosabb törekvés, hogy jelen idejűvé tegyük a történéseket, hogy úgy érez, hogy ez itt és most történik, és valószínűleg pontosan ezektől a pillanatoktól, ezektől a semmiségektől válik valami jelen idejűvé, amiket ide lejegyzetelek ilyen nagyon egyszerű dolgokat. Ez egy nemes cél, hogy az ember megpróbál, ezt egyébként Fellinitől kölcsönöztem ezt a gondolatot, hogy megpróbálni nem a halott költők testéből táplálkozni, hanem magad körül, gyakorlatilag szedd fel azt, ami körülötted van, a jelenből, a totális jelenből, mert akkor fogsz a legjobban rezegni. Háború a közhelyek ellen? Hát az... Nem állandó háború, hanem egy folyamatos ébrenlétről van szó. Tehát egy folyamatos figyelem arra, hogy ne csúszak ebbe bele. Mert 90%-ig az agyad az ilyen közhelyeket termel, mert felszívja az információt, és az elsőre, hogyha nem vagy eléggé, nem figyelsz eléggé oda, akkor ezeket dobod ki, érted? És csak később veszed észre, hogy ez tőled idegen. Érted? Tehát így nagyon fura. És sajnos, ha megnézem a saját filmeimet, ott is ezt látom, hogy tele van olyan közhelye, amit én akkor azt gondoltam, hogy ez tök jó, és látom, hogy ez valahonnan bejött valami hülye filmből, vagy valami, valahol láttam, érted, és kurva egy közhelye. Tudom, hogy a filmkészítés az elsősorban, legalábbis szerintem az én annak a lehetőségét látom benne, hogy ki lehet alakítani egy teljesen személyes ikonográfiát. Ami nem fog hasonlítani az amerikai filmre, de legalább olyan érvényes tud lenni. És ez képekből áll, egyszerű képekből is akár. Hogyha ez eredeti és szuggesztív, akkor nincs mese, akkor jöhet 300 milliós film is. Hogyha ezt valaki megcsinálja Magyarországon 31 millió forintból, akkor kész. Hogyha ez egy következetes, nagyon eredeti, nagyon hatásos vízió, és intellektuálisan is, érzelmileg is, és esztetikailag is egységet alkot és erősen hat. Mi a különbség a kialakított formanyelv meg a modor között? Hát az, hogy a formanyelv az nem egy tudatos dolog szerintem. Te nem tudatosan találod ki, hanem alakul. Tehát, hogy elkezdesz foglalkozni valamivel, az a valami nagyon foglalkoztat, és ahogy foglalkozol vele, egyszer csak formát ölt a dolog, és egyszer csak lesz belőle egy olyan, amit még te is akár meglepődsz, érted? És hogyha megpróbáld ezt beismételni, akkor már modorossá válik, és egy halvány másolata lesz. Éppen azért szerintem az, hogy elkezdesz újra foglalkozni, újra, és lehet, hogy hasonlítani fog az előzőre, mert te csináltad, de valószínűleg más arcát fogod mutatni ugyanannak a dolognak, vagy nem tudom.